Sziasztok! Akkor készítsük is el a harmadik gyakorlatot a táblázatkezelésből, az Excelből. Jó, látjátok, hogy ugye itt vagyunk a számítástechnika informatikába, tehát először is meg kell keresnünk a feladatunkat, tehát ez a harmadik iskolai gyakorlat, ezt letöltsük és megnézzük, hogy mit is kell csinálnunk. Megnyitjuk, és amikor megnyílt, akkor látjuk a feladatainkat. És természetesen, mint szokásos, az én nálam már ki is van nyomtatva. Tehát én is ajánlom, hogy esetleg nyomtass ki, hogy akkor könnyebb legyen utána folytatni a munkát. Valamint ugye szükségem van az előző munkamenetre, tehát azt mindjárt mutatom, hogy hol találom meg, mert előre szaladtam egy kicsikét. Tehát itt az iskolai gyakorlat átállásának lehetősége táblázatkezelésből. Itt már benne van ugye a második és az első és a második gyakorlatunk, mi nekünk most a másodikra lesz szükségünk, tehát megnyitom a kettest, ugye, megnyitom az Excelben, és ugye itt van, ezt csináltuk meg másodikra, és ez alapján tudom majd folytatni a harmadik gyakorlattal. Ugye kattintok az Enable Editingre, hogy hát el is kezdjem a munkát. És akkor kezdjük is el a munkát. Harmadik, olvasom a feladatlapról. Harmadik iskolai gyakorlat táblázatkezelésből. Kérlek pontról pontra haladva old meg, mert azok egymásra épülnek. Első kérdés. Lépj be az EMI-be, töltsd le és nyisd meg a 02XLSX fájlt, az iskolai gyakorlat átadásának lehetősége táblázatkezelésből pont alatt találod. Ezt meg is csináltuk, tehát itt meg is van nyitva, tehát az első feladatunk az megvan. Második feladat. Mentsd el 03XLSX néven a desktopra, használd a mentés másként parancsot. Tehát menjünk a file, save as parancsra, megkeressük ugye a desktopot, megkeressük valahol a desktopot, csak legyen meg, nagyon jó. És akkor itt 03 név alatt elmentjük, leellenőrizzük, hogy Excel workbookot mentettünk el. Ha igen, mehet a save, tehát mehet nyugodtan, nem lesz gond vele. Oké, folytatjuk. 3-as. Az A16-os cellába írd be, hogy összesen befizetendő. Tehát az A16-os cella az itt van, váltunk magyar billentyűzetre, és beírjuk, hogy összesen befizetendő. Ugye adok neki egy entert is, hogy meglegyen. Jó. 4-es feladat. Készíts egy képletet a B16-os cellába, amely kiszámolja, hogy összesen mennyi sulipénzt kell a diákoknak befizetniük. Vigyázz, a képletben lesz egy statikus argumentum is. Jó, tehát ide készítünk majd egy képletet. Eddig ugye formulákat készítettünk, vagyis függvényeket használtunk, most képleteket fogunk készíteni. Na most! Minden képlet egyenlőségjellel kezdődik, én átteszem angol billentyűzet kiosztásra, könnyebben megtaláljátok ott az egyenlőségjelet. Na most, mit is kell itt csinálni? Mit is kell nekünk csinálni? Ki kell számolnunk azt, hogy összesen mennyi dinárt kell, mennyi pénzt kell sulipénz gyanánt a tanulóknak osztály szinten befizetni. Ezt ugye úgy tudjuk kiszámolni, hogy van ugyebár ez a befizetendő összegünk, ugye, 2000 dinárt kell majd mindenkinek befizetni. És van 10 tanulónk, tehát ezt a két számot, az A14-es cellában lévőt és a B1-es cellában lévőt össze kell majd szoroznunk. Na de ezt hogyan csináljuk? Tehát ide kell ezt betennünk, tehát azt mondjuk neki, hogy egyenlőségjel, és azt beírtuk, ugye, az egyenlőségjelet, és kiválasszuk, hogy 10 tanulónk van, tehát a B1-es cellát kiválasszuk, lenyomom a szorzásjelet, az pedig a csillag, és a B14-es cellát is kiválasztom. Látjátok, tehát a B1-es cellát megszoroztam a B14-es cellával, adok neki egy entert, és kiszámolta mindjárt, hogy 20 000 dinárt kell majd összvisz a tanulójainknak befizetniük sulipénz gyanánt. Tehát így rakunk össze egy képletet. Még egyszer mutatom, most kitörlöm. Tehát egyenlőséggel, csak néha én is nehezen találom meg,
elnézést, tehát egyenlőséggel, a B1-es cellát, ahol megvan a gyerekeknek a létszáma, összeszorozzuk, hogy mennyit kell befizetni, tehát a 2000 dinára a B14-es cellával, és megvan, hogy 20 000 dinárt kell majd nekik befizetni. Jó. Ötös kérdés. A B16-os cellában elkészített képletet sokszorosítsd a G16-os celláig, ha a végeredmény valamelyik oszlopban nem fér el, szélesítsd ki az oszlopot. Tehát ezt a szokásos módon kijelöljük, megfogjuk az alsó kis pöttyöt, és akkor végighúzzuk a G16-os celláig. Így né? Na most, ez nem sikerült, ugyanis én elrontottam az előbb, ugyanis azt mondtam, hogy kell, hogy legyen benne egy statikus elem. Most én mit csináltam az előbb? Az előbb azt csináltam, ugye, hogy ez a bizonyos elemet ezt innen szedte, ugye? Tehát látszódik is, ugye, hogy a B1-es cellából szedte ezt az elemet. Nagyon jó. Na de itt mi történik ennél a cellánál? Itt a C1-es cellából szedné az elemet, tehát innen, tehát ami üres. És látod, hát nullával szorozza a 300 dinárt. Hát ez nem jó. Na most ezért újra készítsük a képletet, de ne ijedjetek meg tőle. Ugyanis ez elég sokszor előfordul, és akkor szépen lassan majd kell változtatnunk a képletünkön. Tehát az előző képletet újból csinálom, tehát ez egyenlő az lesz, hogy ugye 10-et szorzom meg, majd ebből a 2000 dinára. De ebből statikus elemet kell csinálni, hogy mindig ugyanarról a helyről szedje majd ezt a 10-es számot, ezért ilyenkor az F4 billentyűvel így bedollározzuk, lefixáljuk, látjátok? Tehát most megnyomtam az F4-es funkció billentyűt, és ebből lett egy ilyen $B$1 jel, és akkor eztet szorzom meg ezzel a B14-es cellában található elemmel, és látjátok, egy kicsit másképpen néz ki, de ugyanezt fogjuk kapni a 20 000-et, de hogyha most ezt fogom sokszorosítani, akkor már máshol is számolni fog, ez meg ugye azt jelenti, hogy nem elég szélesek a cellák, csak ki kell szélesíteni őket, így né, ugye kiszélesítettem, és akkor látjátok, hogy itten 10-ször 300 az 3000, 10-ször 130 az 1300. Nos, itt dinárban vagy euróban, ez most lényegtelen kérdés, majd ezt később alakítunk rajta, de látjátok, hogyha most erre a képletre kapcsolok, tehát amit most, vagyis igen, erre a képletre kapcsolok, akkor látjátok, hogy a B1-ből szedte az adatot, ugye a 10-es, de a C14-es cellával számol, vagyis ebben a cellával. A mellette lévő ugyanonnan szedte, a B1-es cellából szedte a 10-est, de a D14-essel szorozta. Ez azért van, hogy mindig ugyan innen szedje az adatainkat, az adatot. Jó, oké. Most mehetünk a következő kérdésre, kijavítottuk ezt a problémát, de mehetünk a következő kérdésre most már. Azt mondja, hogy 6-os kérdés. Az A17-es cellába írd be, hogy hiányzó, persze átváltok magyarra, mert ugye az is elmaradt, hiányzó befizetések. Nagyon jó. Oké, megyek a 7-es kérdésre. Készíts egy képletet a B17-es cellába, amely kiszámolja, hogy mennyi suli pénzzel tartoznak még a diákok. Tehát itt ki tudjuk majd, ide számoljuk majd ki, hogy mennyi suli pénzzel tartoznak még a diákjaink. Na most, tudjuk, hogy mennyi, ezt hogyan számoljuk ki, ugye? Tudjuk, hogy mennyit kell összesen befizetni, ugye, 20 000 dinárt, és mennyi van eddig befizetve, 8500 dinár. Tehát az egyiket a másikból kivonjuk. Tehát ez azt jelenti, megint átteszem angolra, hogy könnyebben megtaláljam az egyenlőségjelet, tehát azt mondom neki, hogy egyenlő, az összesen befizetettből ki fogom vonni az eddig már befizetettet. Tehát látod, tehát ezt mind kiválogattam szépen, mutatom még egyszer, tehát egyenlőségjel bent van, rákattintok a B16-os cellára, amiből kivonom a B15-ös cella tartalmát. És már meg is kapom
hogy még a tanulók összvíz 11.500 dinárral tartoznak. Ebben meg is vagyunk. Itt nem kell egy statikus elem, semmilyen, hogy mindig ugyanarról a helyről szedje, mert hogyha ezt majd sokszorosítsuk, akkor majd mindig ezekkel az adatokkal kell, hogy számoljon, nem egy állandó helyről kell, hogy szedje majd az adatokat. Jó. 8-as kérdés. A B17-es cellában elkészített képletet sokszorosítsd a G17-es celláig. Tehát ezt a képletet sokszorosítom, megfogom a pluszt, és akkor húzom egészen idáig, és megvan, és meglátjátok ugye, hogy mennyivel tartoznak még a diákjaink, tehát összesen, tehát ajándék gyanánt 5700 dinárra tartoznak még. Rendben vagyunk. Például. 9-es kérdés. Az A18-as cellába írt be, hogy befizetések átlaga. Tehát ide megint váltok szépen magyar billentyűzet kiosztásra, és azt mondom, hogy befizetések átlaga. Rendben vagyunk. Tehát a befizetések átlagát fogjuk most kiszámolni. Tehát átlagosan eddig mennyi van befizetve. Jó. 10-es kérdés. A megfelelő függvény segítségével a B18-as cellába számolt ki, hogy a diákok átlagosan mennyit fizettek be suli pénzből. Tehát ide majd egy képletet fogunk használni, egy függvényt fogunk használni, amivel az osztály átlag, tehát az átlagot, nem osztály átlagot, hanem az átlagos befizetést fogjuk ide kiszámolni. Erre szolgál az average függvény, az average függvény, tehát itt vagyok ugye, a B18-as cellán, kiválasztom innen az autószumnál föntről az average függvényt, és kiválasztom, hogy miből számoljon, tehát nekem ezekből az adatokból kell az átlagot kiszámolni, tehát látjátok, hogy a B4-estől a B13-as cellákig kell, hogy számoljon. Ütök neki egy entert, és kiszámolt, hogy eddig 1214,29 dinárt fizetnek be átlagosan a tanulóink. Nagyon jó. Megyek tovább. A 11-es kérdés következik, de ezt már, ilyen már csináltunk is, hogy a B18-as cellában elkészített képletet sokszorosítsuk a G18-as celláig, tehát eztet fogom, ugye megfogom ezt az apró pöttyöt itt lent, és akkor széthúzom. És mindegyiknál meglássuk, hogy átlagosan a nőnapnál mennyi lett befizetve, kirándulásnál mennyi lett befizetve, ajándéknál, banketnál és sportnapnál mennyi lett befizetve. Azt mondja, hogy következő kérdés. A 12-es következik. A D és F oszlopban euróval számolunk. Az előbbiekben elkészített képletek azonban dinárban írják ki az összeget. Változtass meg a D és az F oszlopban dinár pénznemben kiírt összegeket euróra. Tehát változtass pénznemet a célla típusnál. Nagyon jó. Látjátok, tehát mondtam, hogy majd ezen változtatni fogunk, nem gond. Tehát ki kell jelölnöm, ugye, ezeket a részeket, amik még nekem szükségesek. Tehát át kell változtatni. Most ugye a kijelölést itt nem elfelejteni, hogy ugye úgy csináljuk, hogy először kijelöljük ezt a D-osztoknak a rossz pénznemben lévő részét, ezt kijelöltem, akkor megnyomom a Ctrl billentyűt, a Ctrl billentyűt, és kijelölöm az F-oszlopban lév, nem rosszul kiírt részeket, és most már föl is engedhetem a Ctrl billentyűt. Akkor a kijelölésen ezután kattintok a jobb gombbal, választom a Format Cells parancsot, kijön a kis ablakom, és akkor itt van, csak meg kell keresnem ugye az eurós részt, az euróst, egy pillanat, mindjárt meg is találjuk, itt van-e, euró, és ez a 123 eurós rész kell, ugye, hogy a hátul írja az eurót, és leokézom, és már is változtatott, ugye, euróra. Oké, következő kérdés, a 13-as következők. Keretezd be az A16-tól a G18-ig terjedő táblázat részt. Tehát ezt a táblázat részt kijelölöm, és bekeretezem. Tehát ki van jelölve, és ugye itt a keretezésesnél az All Borders-szal be tudom mindezt keretezni. Jó. 14-es kérdés. A J3-as cellába írd be, hogy befizetendő dinárt. És szélesíts meg a J osztopot, hogy elférjen benne a szöveg. Tehát ide beírom szépen, most váltok magyarra, de azon is vagyok, hogy befizetendő dinár. Így né.
szélesítem az összeget, hogy elférjen benne a szöveg. Jó, rendben van. A K3 a 15-ös kérdés, a K3-as cellába írd be, hogy befizetendő euró, és szélesítsd meg a cellát, hogy elférjen, vagyis az oszlopot, hogy elférjen benne a szöveg. Tehát ide meg beírom, hogy befizetendő euró írni, és szélesítem az oszlopot. Nagyon jó. Oké. 16-os kérdés következik. A megfelelő függvény segítségével a J4-es cellába számolt ki, hogy Gyulának mennyi dinárt kell befizetnie összesen. A befizetendő összegek a 14. sorban találhatók. Használj statikus argumentumot. Nagyon jó. Tehát ki kell számolni, hogy Gyulának mennyit kell össze-vissza dinárban befizetnie. Na most, és statikus argumentumot kell majd alkalmaznunk. Nagyon jó. Na most, ezt úgy számoljuk ki, hogy egy pillanat, azt mondja, hogy Gyulának mennyi dinárt kell befizetnie összesen. A befizetendő összegek a 14. sorban találhatók. Befizetendő összegek. Aha, igen, jó, oké. Tehát itt a 14-es sorban találhatók ezek. Jó, na most, nagyon egyszerű ez is, bár itt statikus argumentumokat kell majd alkalmaznunk. Na most, van egy képletünk, ami ugye tud összeadni. Tehát itten ezeket a részeket össze kell majd adnunk, ahol csak dinár van. Arra figyelni, ahol csak dinár van, tehát pontosabban a B14-est, a C14-est, az E14-est és a G14-est. De ezt úgy csináljuk, hogy ugye innen az autószumnál kiválasztjuk a szummot. Na most ő itt már kezdene számolni, de nem jó számol, ezt hagyjuk. Hanem kiválasztjuk ugye, hogy ő neki sulipénygyanán 2000 dinárt kell befizetni. És ezt lefixáljuk az F4-es billentyűvel. Nagyon jó. Megyek tovább, fogom a cötöröle billentyűt, és válogatom ki még, ami szükséges nekem, a C14-est, az E14-est és a G14-est. És most már fel is engedhetem a kontrollt. Látjátok, mindegyiket ő bedollározta. Nagyon jó, lefixálta, és azt mondom neki, hogy Enter. És kiszámolta, hogy ő kell minek, 4300 dinárt kell össze-vissza majd befizetnie. Jó, ebben még vagyunk a 16-os kérdésre. A 17-es kérdés ugyanez, csak euróra. Tehát ugyanezt csinálom, csak euróra, tehát itt is kiválasztom az autószumnál az eurós lehetőséget, vagyis a szum lehetőséget, tehát az összeadást, és akkor kiválasztom a kirándulásost, tehát a D14-est, lefixálom az F4-es billentyűvel, megnyomom a cetörölő gondot, és lenyomva tartom, és kiválasztom azt a másikat, az F14-es cellát, és amikor ebben meg vagyok, látod, hogy minden fixálva van, a D14-es is és az F14-es is, lenyomom az Enter, és látni fogom, hogy 175 eurót kell majd neki befizetnie. Jó, 18-as kérdés következik. Sokszoros is egyszerre a J4-es és K4-es cellákban elkészített függvényeket a 13. sorig. Tehát ezt kell nekem sokszorosítanom, mind a kettőt egyszerre kijelöltem, és lehúzom ugye egészen a katáig. Nagyon jó. És most feltűnik nektek, hogy mindenhol egyforma összegek szerepelnek, ami nem baj, semmi gond, és ez nagyon is jó, hogy egyforma adatok szerepelnek, mert hát mindenki az osztályból ugyanannyit kell befizetnie dinárban is, meg euróban is. Ezt majd a későbbi feladatnál szükséges lesz arra, hogy ezeket az adatokat tudjuk, mert majd még számolunk ezekkel az adatokkal. Jó, oké. Következő a 19-es feladat. Keretezz be a J3-tól K13-ig terjedő táblázatrészt, és a 3-as sor legyen duplán aláhúzva. Tehát ezt a részt ugye bekeretezem, ugye, az All Borders-szal, valamint csak ez a két rész, a J3 és a K3, az dupla aláhúzással legyen, tehát azt mondom neki a Top and Double Bottom Border, ugye. Így, és akkor látszódik is, hogy ugye itt duplán lett aláhúzva. Azt mondja, hogy a táblázatot most így néz ki, ugye ez van a feladatban, megnézed, hogy körülbelül ugyanezt írja, nagyjából ugyanezt kell, hogy írja.
Kattints a, ment, a 20-as kérdés, kattints a mentés gombra, zárd be a programot és töltsd fel a desktopra a 03xsx fájlt, az emiben az iskolai gyakorlat átadásának lehetősége táblázatkezelésből pont alá. Tehát azt mondom neki, hogy ugye itt elmentem, rákattintottam egyszer, ez itt elmentődött, ugye kint van valahol a desktopon, becsukom, meg is nézem, hogy kint van a desktopon, igen, itt a 03-asom, oké, ezt kell majd ide feltölteni az emibe, méghozzá, ugye, itt átvállítom magyarra, hogy lássátok, hogy mit is csinálok, egy pillanatot várjatok, jó, ugye, itt már itt az 1-esem, 2-esem, ide kell hozzátenni majd a 3-ast, tehát azt mondom, hogy leadott munkám szerkesztése, picit várunk, míg betölti, jó, itt van, látjátok, az 1-es, 2-es, és akkor szépen ezt a 03-ast, ugye, behúzom ide, ahova kell, és ugye itt a nyilacskán elengedem, feltöltődik, 1-es, 2-es, 3-as itt van, módosítások mentése, ide jutottunk, úgyhogy ezt mindjárt itt elmenti nekünk, amikor megkapjuk a visszajelzést, látni fogjuk, tehát minden itt van. Jó, köszönöm szépen, hogy meghallgattál, majd még jelentkezek a 4-es számú feladattal. Köszönöm szépen, sziasztok!